Sziasztok, kedves AVTV nézők! Elutaztunk a múltba, hogy visszahozzunk a jövőbe egy retro kinézetű mini diszkó ládikát. Nagyon király kis cucc, annyira király, hogy megérdemli, hogy beszéljünk róla néhány szót mai rövid videónkban. És őt úgy hívják, hogy Klipsch the One. Nagyon tiszta hangja van. Nagyon kristályos. Szóval, mit is kapunk 90 ezer forintért 2017-ben, amennyiben egy történelmi külsejű, de modern, funkcionalitású és valamilyen szinten hordozható, de mégis azért nagy teljesítményű és valamennyire kompakt hangrendszert szeretnénk. Hát igen, elég összetettek a mai igények, de nem lehetetlenek, mint ahogy ezt bizonyítja is ez a Klipsch the One, amely rendelkezik beépített Bluetooth vevővel, ennél fogva 5-10 méteres hatókörön belül, vezeték nélkül tudjuk rá, némi minőségromlással, de viszonylag tűrhetően közvetíteni kedvenc zenéinket, zenei műsorainkat, és hogyha nagyon a kábelek előnyét, illetve a vezetékek pozitív hangját szeretnénk élvezni, akkor itt van rajta egy 3,5-es analóg stereo jack bemenet, és akkor tudjuk használni televízióhoz egyfajta soundbarként, vagy lerakjuk az irodában, ráköthetjük a számítógépet. És itt van neki egy töltő ajzata, ami a beépített akkumulátor töltésére szolgál. Hozzátevőleg 5-6 órát képes egy feltöltéssel kibírni az eszköz, ami nem annyira sok, de figyelembe véve azt, hogy egész nagyot képes szólni, nem is mondanánk feltétlenül rossznak. Hátrányként, illetve hiányosságként említhető, hogy míg a konkurensek ebben az A-kategóriában már többnyire tartalmaznak, például mobiltelefon vagy tablet töltésre szolgáló USB portot, addig ezen ilyen nem található. Illetve ezek a 50 és 100 ezer forint közötti Bluetooth hangrendszerek, amelyek hordozhatóak is, többnyire ergonomikusak, könnyedén elférnek egy hátizsákban, meg ilyesmi. Erről ez nem mondható el feltétlenül, de szerintünk nem is nagyon akar az utazók a kesztyűtartóban hangrendszert tároló felhasználók igényének megfelelni. Itt csak arról van szó, hogy ha hétvége van, akkor ezt megfogjuk, kihúzzuk az áramról, és akkor letesszük a teraszon, valahol a ház körül, nem az a tipikus kempingezős, tengerpartról hangálós hangrendszer, legalább tudjuk, hogy ilyen is van. Hogyha itt megnézitek, akkor nagyon kis elegáns, csinos, mutatós a külseje, ez az úgynevezett barna, illetve dió árnyalat, de létezik még fekete, más néven ében színben is, és itt az előlapján, illetve a hátán szépen körbefut ez a durva, szövésű, retrós hangulatot, mint egy megkoronázó, picit csillogó hangszóró védő sejem. Van benne egy szélessávú hangszóró, bocsánat, egy mély közép hangszóró és két szélessávú hangszóró, illetve itt van ez a kis retrós Klipsch logó. A dizájn összességében a Klipsch Heritage vagy Heresy hangfalainak a dizájnját örökli, viszi tovább, ami szerintünk egyáltalán nem baj, sőt, nekünk abszolút megdobogtatta a szívünket ez a kis muzeális külső. Itt a tetőlapon vörös rézlemezbe ágyazva van egy kétállású kapcsoló, ami igazából csak egy impulzus kapcsoló, és két impulzus potméter. Ezzel a forrás lehet változtatni, ezzel pedig a hangerőt. A forrás választó gombot szerintünk lecserélhették volna egy sima kétállású kapcsolóra, mert mindösszesen két forrás van, és így felesleges ezt tekergetni, hogyha egyszerűen csak A-ról B-re akarunk váltani, de ez talán csak szőrszálhasogatás.
A hangminőséggel kapcsolatban annyit megegyeznénk, hogy nyilván ez egy aránylag vaskos tollal írt árcédula, ez a 90.000 forint, de és nyilván valakinek van egyfajta elvárása, hogyha egy klipsről beszélünk, meg hogyha azt írja a gyártó, hogy sztereó hang, könyves polc méretből, de igazából nem kapunk sztereó hangot, ahhoz sztereó rendszerre lesz szükségünk. Itt a fizikai méretből és mindenféle adottságokból kifolyólag, illetve részben a Bluetooth által is nem fogunk kapni nagy hangszínpadot. A szólástartomány viszont, ahogy a klipstől megszokhattuk, jobb az átlagosnál. Az egyik legjobb szórású Bluetooth hangrendszer, amivel eddig találkoztunk. Viszont van egy olyan kompromisszum neki, ami csak addig kompromisszum, amíg nem döntünk úgy, hogy kijavítjuk. Nevezetesen az, hogy a magas hangokat eléggé színezi nagy terhelésen, kiemeli őket annak érdekében, hogy ne legyen tompa vagy tömörített a Bluetooth folyam. Ezt megpróbáltuk nektek így a kamerán keresztül is megmutatni, majd mindjárt bevágunk egy rövid snittet, amiben hallhatjátok ti is elég egyértelműen, hogy milyen az, amikor kikapcsoljuk az equalizert, és milyen az, amikor bekapcsoljuk. Tehát amire ki akarok lyukadni az az, hogyha valaki telefonról vagy tabletről streameli a zenét, akkor érdemes a telefont vagy mobileszközt beállítani úgy, hogy ezen az EQ-n a magas hangokat egy kicsit levenni, és akkor nagy hangerőn is sokkal tűrhetőbben fog szólni a rendszer, és nem veszük azt észre fél óra után, hogy fáj a fülünk. No, akkor most megmutatjuk nektek, hogy is néz ki ez a hangszínszabályzás dolog a gyakorlatban. Elképzelhető, hogy a nézők egy része jobbnak fogja találni ebben a videóban a kamera által rögzített mikrofonon keresztül a gyári, sima, kikapcsolt EQ-s hangot. Ez teljesen rendben van. Mi is jónak találtuk. Aztán teszteltük fél órát, 3-4 órát, és amikor már majd kiesett a dobhártyánk, akkor gondolkoztunk el azon, hogy nem kéne-e esetleg valamit csinálni. Na mindegy, most meg tudjátok hallgatni, most egy kicsit lejjebb veszük a hangerőt, hogy a kameramikrofon ne torzítson be, csak meg akarjuk mutatni, hogy mennyivel lesz másabb a hang, hogyha a telefonon bütykölünk egy kicsit, hogyha valaki hozzánk hasonlóan zavaró élményként éri meg ezt a magas kiemelés dolgot, akkor a magas elnyomással tud kompenzálni. Tehát most ki van kapcsolva, most pedig bekapcsolom a magas elnyomást, érezni lehet azt, hogy a sziszegő hangokból sokkal kevesebb van. Igen, a közepek is tompábbak, viszont most, hogyha följebb emelném a hangerőt, akkor kevésbé lenne fárasztó és metsző a hang. Most ki van kapcsolva, most megint bekapcsolom a magas elnyomót. Lehet hallani. Szóval ez volt Dióhéjban, a kis diószínű klips The One. Mi teljesen megértjük és elfogadjuk, hogyha valakinek tetszik ez a termék, hiszen egy jópofa, retrós eszköz, és jól mutat modern környezetben, jól mutat klasszikus környezetben, sokoldalú, egyszerű, mint egy fajék, de amit tudnia kell, azt tudja. Vannak neki apró hiányosságai, de igazából szerintünk itt a terméket a design fogja eladni. Hogyha kíváncsiak vagytok rá bővebben, akkor klikk a videó alatti hivatkozásra, és megtudtok róla mindent! És hogyha kíváncsiak vagytok további klips termékekre, amelyekről még nem olvastatok, valamiért az AV Online hasábjain, vagy még nem láttatok róluk részletes bemutató videót, akkor írjatok kommentet, és megpróbáljuk nektek elhozni a következő epizódban. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!